Sziasztok! A mai videóban egy újabb napi novollal készültem nektek. Nagyon érdekes dolgokat szereztem be most, és ezekből ki fog derülni, hogy milyen terveim vannak videókat illetően a jövőre nézve, úgyhogy tartsatok velem, ha érdekel titeket is, bontogassunk és szvacsoljunk egy kicsikét. De mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagyon nagy segítség. Köszönöm! Mua! Na nézzük! Ja, igen, és hogyha véletlenül kíváncsiak lennétek, hogy ez a sminkem hogyan készült, akkor az 5 perces sminkek sorozatomban, ami már elindult, vagy majd azután fog, most nem tudom, hogy melyik videó melyik után fog kikerülni, de abban meg tudjátok majd nézni. Ha már kint van, belinkelem a videó leírásába, ha nincs kint, akkor meg nem sokára hozom. Na, mert hogy mi is indokolta ezt a holt? Az első és legfontosabb az, hogy MAC kedvezmény volt, hatalmas kedvezmény, és nem elég, hogy kedvezmény volt, azt hiszem 20% vagy 30, vagy úristen, most nem is tudom, tehát nagy százalékos kedvezmény, de még ráadásul XS-ek fölött rúst is adtak ajándékba, és én az Alapozók csatája sorozathoz, amit tervezek már ugye egy ideje, és lassan most már tényleg fog jönni, csak én azt elég komolyan kiötöltem, és mielőtt belevágunk a konkrét összehasonlítgatásokba, én szeretnék hozni ennek kapcsán nektek alapozásról úgy egyébként is videót, úgyhogy egy picit nagy falat, de amint elindul, meg fogja érni szerintem a várakozást. De a lényeg az, hogy ehhez nem hagyhattam ki a MAC Studio Fix alapozóját, hogy nincs a neve, mert ugye ez nagyon ikonikus, és azért mégiscsak egy ilyen etalon, meg mindenki szereti, meg ugye ez a high-end kategóriában azért ez egy ilyen alap, amit szerintem egy ilyen sorozatba bele kell venni. És itt is van valahol, meg is mutatom. A másik, amiért én ezt semmiképp sem akartam kihagyni, az az, hogy nekem volt ilyen alapozom korábban, viszont őszintén szólva már évekkel ezelőtt, sok évvel ezelőtt én nagyon régen használtam. És azóta változott a bőröm is, változott a stílusom, véleményem az alapozásról, stb. És nem tudom megmondani, hogy az akkori emlékképem, ami van róla régről, az most megállná-e a helyét, és már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Mindjárt meg is mutatom, hogy miről van szó. Ugye erről az alapozóról van szó egyébként, hát lehet, hogy sötétet rendeltem. Hupszi! Na igen, hát arra sem emlékeztem már, hogy milyen az én színem, ez az NC20-as. Na majd meglátjuk. Szóval itt az alapozó. Hozzá ugye a pumpácska, hát erre majd ki fogok térni a neki szánt videóra, hogy ugye nem járt hozzá a pumpa, az plusz 3000 körül meg kell venni. Na mindegy. És a MAC Prep Plus Prime-ot is, amit szintén használtam régebben, de ezt nem, mert ez azóta már egy újabb kiadása, mert ez kókuszos, ezt is meg fogjuk majd nézni mindenképpen. Ez nagyon izgalmas, most már főleg, mert izgulok, hogy lehet, hogy sötétet vettem. De mondjuk igazából nyárra valószínűleg csak jó lesz. Na mindegy, szóval ez a MAC része, csak most azt nem tudom, hogy hol a rúzsom. Ja, itt van, nem felejtették el. Itt az ajándék rúzsom. Ez pedig, ugye meg is mutatom, milyen színű. Hát azért egy MAC rúzs meg mindig jól jön a kollekcióban, nem? Tehát ezt is ki akartam akkor már használni. És ugye ez szakásos gyönyörűség. Tehát így a bőröm előtt talán jobban látszik, mint a hajam előtt, mert ez egy ilyen lila szín. De mindjárt mutatok mindent közelebbről. Így. Ez egy ilyen lila. Jó. Én mindent megszabáltam.
Szóval a Mac-ről ennyit, ezt azért nem a Mac oldaláról rendeltem, mert most így jobban jártam az ajándékkal, meg a kedvezménnyel Anno Tinóról most éppen. Na, aztán a másik, ami itt van, Novel a sminkcsomagot nektek mutattam már karácsonykor, ez egy festive sminkszett volt, én nagyon elégedett voltam mindennel, ami benne van, volt benne lak is, és nekem az is tetszett, és egy Gill-like nail polish landolt most a kosaramban, Pink Petals néven. Ez pedig azért, képzétek el, mert ugye ezt mindig mondom a Notino Haul videóimban, hogy nekem az a trükköm, hogy nem fizetek szállítást, hanem megnézem, hogy milyen termékek vannak jelenleg ingyenes szállításos akcióban. Hogyha ezt a terméket megveszed, vagy azok közül a termékek közül választasz, akkor ugye ingyenes a szállítás. És én mindig választok valamit inkább szállítás helyett, és most ez volt az. És ezek a színek egyébként nagyon-nagyon-nagyon az én színeim, úgyhogy ennek nagyon örülök, és remélem, hogy ez is jó lesz, mert nekem az a piros körömnek az nagyon bevált, ami a festive sminkszetben volt. That you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never cut to waste. Na és akkor itt van még egy olyan dolog, ami megint egy videó témát fog végre elhozni nektek. Az egyik néző már nagyon régóta kéri. Én is szerettem volna ilyet csinálni, de szerencsére ő mindig emlékeztetett rá, és ezt most abszolút pozitív értelemben mondom. Így nem marad el, nem maradt fel. Jesszus! Úristen, mindjárt mondom, hogy mi ez a nagy gránát itt a kezemben. Szóval a lényeg az, hogy három stiftes dolog van itt. Ugyanis szeretnék egy olyan videót készíteni, és többek között Andi kedvéért is, hogy csak stiftes termékeket használok, már amiből lehet nyilván, szempillaspirált nem stifteset fogok használni, de amiből csak lehet. És ehhez én ki akartam próbálni ezt a Revolution Pro Blur Sticket. De nem gondoltam, hogy ez ilyen ekkora. Ez nagy. Erről láttam videókat, és állítólag tényleg a pórusokat jól elhomályosítja, eltünteti. Ez fantasztikus, jó lenne nekem. Nagyon jó tesztelőd vagyok, mert nekem borzalmas nagyok a pórusaim, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. És hozzá van itt egy Makeup Obsession alapozó is, ami szintén ilyen stickes, amire szintén kíváncsi vagyok, Makeup Obsession-t azt eddig, amit használtam, az minden tetszett, úgyhogy hát ha jó lesz az is. És van itt egy Max Factor stiftes szemhéj púder, vagy szemhéj festék, inkább így mondom, mert nem púder. Erre is nagyon kíváncsi vagyok, mert ilyet viszont még nem használtam. Elméletileg erre nem kell utána ráporolni, és úgyis tartós. Hát ki fogjuk próbálni, le fogjuk tesztelni. És ennyi, azt hiszem. Úgyhogy igazából az alapozók csatájához vásároltam most pluszba be, illetve a stick videóhoz. Nem tudom, hogy érdekel mindenkit, írjátok meg kommentben, hogyha igen. Meg hát ezt adni a polish szertet is ki fogom próbálni, meg fogom mutatni, meg közelebbről majd a felkent színeket is mindjárt ide be fogom vágni.
Na hát, ennyi lenne már ez a haul. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert ez nekem nagy segítség. Illetve írjátok meg, hogy nektek ezek közül mi a legérdekesebb, esetleg valamit próbáltatok-e már, ha igen, akkor milyenek a tapasztalataitok. Ezt a megkalapozót használja valaki közületek, ha igen, mik a tapasztalataitok. Szóval ilyenkor mindenre kíváncsi vagyok. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!